Tűzharc, kidobó, padon átugrás, futás és a játékos vetélkedők legkülönfélébb formái, amit igazi vérbeli, kreatív testnevelők csak ki tudnak találni. Zajos és jókedvű, így lehetne két szóba tömöríteni a Széchenyi Iskola sportnapját a Bonyhádi Sportközpontban. A mai napon sportnap van az iskolánkban, ugye kötelező munkanap van, tehát nem gondoltuk, hogy a gyerekeket most is tanulással kéne nyúzni, ezért megszervezte az iskolánk a sportnapot, a felső és az alsó tagozatosoknak is ez a nap van. Az alsósok jöttek le ide a városi sportcsarnokba, ez körülbelül 240 gyerek, tehát elég sokan vagyunk, nagyon nehéz volt megszervezni mindent, mert ugye most külső helyszínünk nincsen, és hát nem volt egyszerű őket így mozgatni, beosztani, de sikerült. Reméljük, hogy örömmel mennek majd haza, a felső tagozatosok pedig az iskolában vannak, az iszodában, aulában, tornateremben, mindenhol. Most voltam akadálypályán, és fönn valami köteles volt, csak az, ott nem tudom, hogy milyen feladatok lesznek még, de szerintem az is jó lesz. Egyébként is sportos vagy? Milyen sportákban jeleskedsz? Kosár és röplabda. És ennyi, de amúgy nagyon szeretem ezeket a sportokat. Azt kell csinálni, hogy szalomlabda vezetés a akadályok között, aztán a padon labdagurítás, és utána visszafelé bukás, és a labda az öletbe kell, hogy legyen. No igen, az embernek eleve elemi szükséglete a mozgás, ez egy gyereknek természetes. Csak sajnos, mire szép lassan felnövünk, valahogy hajlamosak vagyunk leszokni róla. De a gyerekeket nézve még a felnőttek is kedvet kapnak a játékra. Jó, ügyes vagy! Szándékosan nem hirdetünk eredményt a végén. Itt az a lényeg, hogy mindenki teljesítse a feladatot, mindenki mozogjon, és mindenki élvezze azt, amit csinál. Feladatokat hogy állítottátok össze, kinek a keze munkája, ötletei vannak benne? Gondolom ez egy csapatmunka volt? Igen, az alsós kollégák nagyon sokat segítettek, Cégmány Diana volt a főfelelős. Mi ketten raktuk össze a szellemi részét igazából, és akkor utána a többi kolléganőt megkértük, hogy segítsenek. Straubinger Edit, Farkas Kuti Zsófia, ők is segítettek a rendezkedésben is. Van olyan feladat, ami teljesen új a gyerekeknek, vagy még mondjuk ti sem próbáltatok a pályafutásotok során? Olyat nem merünk bevállalni ilyen napra, amit mi még nem próbáltunk ki, ezek számunkra bevált dolgok, hogy az elsősök, mivel ugye ők nemrég kezdték a sulit, nem tudom, hogy miket csináltak, de nagyon sok színes eszközt igyekeztünk használni, hogy vidámabbá tegyük ezt a napot. Ez pedig, ahogy a képek is jól mutatják, abszolút ez sikerült. Vannak karikák, vannak szivacsgátak, különféle labdák, fitball labda, kosárlabda, szivacslabda, mindenféle jóság. Kifejezetten csapatversenyek zajlanak. Így van. Szeretem azt, amikor a gyerekek tudnak csapatban játszani. Nem az egyéni teljesítmény a fontos, persze az is, de így legalább csapatépítés is történik ilyenkor. Egy dolog a jó hangulaton és a sok mozgáson kívül még biztos, jövőre újra lesz Széchenyi Sportnap.